Jó napot kívánok, sziasztok kedves nézők! Örülök, hogy velünk tartotok. A videó bemutatásánál segítkezik velem nekem Concerto, és bal kezét figyeljétek meg mindig, valami jót mutat nektek. Hát elsősorban ugye az autó, amit mutat nektek, az egy Lancia Muzsa. Ő egy 2008-9. havi járgány, fekete metál színben, és a motorja az egy 1.4-es benzines motor, 16 szelepes és 90 lóerős. Egy nagyon szép exkluzív darab, nagyon szép díszítésekkel, mindenhol láthatóak ezek a kis chrome díszítések, tehát az ablak szélénél szalad, illetve a közép részen az ajtónál. Aztán, hogyha... Nagyon szép, nagyon kellemes, szinte minden 10. percben elmegy egy mentő vagy egy rendőrautó, ez hozzá tartozik ehhez a forgalmas helyhez, ahol mi vagyunk, ugye az M3 autóparkban, már is látjátok, akkor meg is mutatom, hogy autópálya, fölöttünk, mellettünk út, Szent Mihály út keresztbe, kétszer két sáv, úgyhogy meg vagyunk állva. Nagyon kellemes, zajos a mindennapjaink itt a telephelyen. Tehát akkor hallgassunk valami csendeset, méghozzá ezt a Lancia benzinmotor, 9 lovas, csendes, nyugodt, egyenletes járású, megbízható darab. Féktartályban megfelelő folyadékszint, hát ebben nem tudunk belenézni, mert nem látunk benne, de ott valami rózsaszín löty van benne, ugye hát ez a fagyálló, ugye ez rózsaszínű benne. A klímája működik, látjátok ott a klíma kompresszor, és ez működik benne, szépen dolgozik, küldi nekünk a kellemes, hűvös levegőt majd az utas térbe, amiben ugye hűsölhetünk. A becsukom, jó, kicsit így valahogy megoldjuk Concertoval ezt a lezárást, ez megtörtént. Nagyon szép itt elő is ez a chrome díszítés, tehát ugye a lökhárító két oldalán, a hűtő díszrácsunk is gyönyörű, és a kötfény szóró is alul, mindkét oldalon látható, hogy ilyen kis chrome betéttel van ellátva. Minden lámpája szép, tiszta, áttetsző, működik benne minden. A szélvédőt is megnézegettem, az ablak törlőt is kipróbáltuk, tehát ő is működik, és szép a szélvédő is, zöld színű az összes üvegezése. Gumikat is lessük meg, ugye ezek látjátok ilyen téli mintával vannak ellátva, meg rajta is van a jelzés, hogy ez egy jó kis téli gumi. Mindegyik gumi az ilyen fajta és ilyen állapotú, de nem kell csüggedni, hogy jaj, jön a nyár, meg tavasz, meg minden, meg nyári gumi kell, meg ilyenek, úgyhogy nem kell rémüldözni, nem kell zsebbe nyúlni, elég, hogyha benyúlunk a csomagtartóba majd, mert ugye szépen oda fogjuk tenni. Ezek szintén jó állapotúak, Nexen márkájúak, és mint látható ez egy nyári mintázat, de nem ez felnivalóan van szerelve, hogy igen költségbarát módon lehet majd rá applikálni erre az autóra, mind a téli, mind a nyári gumit, ugye majd ha eljön az ideje mindkettőnek. Csomagterébe van kalaptartó, csomagtérháló, nagyon szép tiszta csomagterű kocsi különben, és ott én már dolgoztam az ügyön, hogy megmutassam nektek, meg is mutattam. Concerto kinyitja az ajtót, légy szíves, köszi. És fölhajtottam az ülést. Ez egy kis gázrugó föl emeli, tehát nagyon nem is kell emelgetnünk, csak egy-két dolgot kell meghúznunk rajta. Itt vannak ezek a kis zsinórkák, két színű. Az egyiken elcsúszik, az egyiken elcsúszik ugye az ülés, tehát lehet az ülés lapokat abszolút igen jó 20 centis hosszúságban tilitolizni, hát ugye attól, hogy mit szeretnék oda betenni, sok csomagot, vagy kevesebb, rövidebb lábú ügyfelet, aki beül ide el, vagy erre a hátsó sorba. Mindkettőt nem lehet, tehát vagy ez, vagy az. Tehát így lehajtjuk szépen, visszahajtottuk, és föl lehet emelni, főleg, hogyha lenyomom a billentyűt, már meg is történik, és ezt is ilyen szakaszossal lehet állítgatni, tehát kinek milyen a dereka, be lehet lőni, hogy akár derékszögűen akar ülni, vagy éppen alváshoz készül az ifse, aki ide betette magát a hátsó ülésre. Ez mindkettővel megtehető, tehát mindkét oldallal ugyanezeket a variánsokat meg lehet ugye tenni. Csukjuk le, világít a rendszámtávla világítás. Tolató szenzorokat láttok itt a hátsó lökhárítóban. A jobb oldala, tekintsük meg akkor ezt a hátsó üléssort innen is. Találunk benne függöny légzsákot, oldal légzsákot, és ugye elő légzsákot.
az első ablakokat itt az ajtóban elektromos segítséggel lehet ugye lehúzni, felhúzni. Működik benne a két ablak, a két elektromos tükör, ugye állítható magasságú mind az ülés, mind pedig a kormányoszlop. Könyöktámasz. USB csatlakozási lehetőség. Kettő könyöktámasz van. Így, szépen le lehet támaszkodnunk. Szevasztok, srácok! Uff, tették ki, mi van veled, ne alszol már. Még ráérünk. Azt mondja, hogy friss műszakival kapjátok az autót. Ugye ezt mondottam, a szervizkönyvvel elég sokáig vezetgették a szervizkönyvét. Megvan a két eredeti gyári kulcsa a kocsinak. Ötsebességes a váltója. Van itt egy centrálzárgomb, egy City Servo-t, ha bekapcsoljuk, akkor konkrétan rendkívül, tehát így pörgetni lehet a kormányt. Hát ilyen, ez beállásnál érdekes különben, aki esetleg kicsit le van gyengülve, az nyugodtan kapcsolja be a City Servo-t. A klímát innen tudjuk bekapcsolni, és van egy gyári zene, ami szépen tisztán szól. Bordkompjúteres, és kormányról vezérelhető a zene, illetve hogyha összecsatlakozunk a telefonunkkal, akkor tudjátok használni ugye azt is. A járgányban a kompjúterét még innen is tudjuk állítgatni, meg nyomkodni, és a kormányunk az egy bőr bevonatú, jó kis lancsa feliratú kormány. Összességében futott kilométer 107.535. A kézifékünk be van húzva, mint látjátok, azt láttuk, és szépen vágódik a mutató fölfelé. Vannak tárolórekeszek, egy, van kettő, van három tárolórekeszünk itt, amiben jó mélyen kis dolgokat lehet beletenni, ki mit szeretne. És itt fönt is van tárolórekesz, ez is jó pofa, és tükör mindkét oldalon. Tulajdonképpen szerintem így ennyit tudtam megmutatni így hirtelennyiben az autóból. Aki többre kíváncsi, az fölbatyúzza magát, és eljön hozzánk az M3 Autópark autókereskedésbe. Nem kell sokat jönnie, főleg, hogy itt a szomszédban lakik, mert hogy a 15. kerületben vagyunk, Budapesten, ugye, és a Szent Mihály út 90 számba, de erről már előbb beszéltem, egy jó kis forgalmas hely, minden út hozzánk vezet tulajdonképpen, úgyhogy nem fogtok eltévedni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, gyertek el hozzánk a kereskedésünkbe, nézekessétek meg az összes autónkat, amit itt láttok, üljetek bele, próbáljátok ki, valamelyiket vegyétek meg. Köszönöm, ha nyomtok egy ilyen jelet, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy mindig a legfrissebb autóinkat, videóinkat tudjátok nézni. Köszönöm szépen, a viszontlátásra!